Kedves nézőink, műsorunkat egy újabb beszélgetéssel folytatjuk méghozzá Mihály Fi Béla önkormányzati képviselővel. Köszönöm, hogy elfogadta a Szegedi Panoráma meghívását. Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Tallinn Televízió nézőit. Kezdjük a legelején. Hogyan értékeli ön a torony alatt végzett eddigi munkáját? Hát először hagyj beszéljek arról, hogy mi motivált, hogy egyáltalán képviselő legyek. Igen, ez egy érdekes kérdés, igen. A mai politikai életet. Igen, abszolút. Tehát jót és jól, ebben áll a nagy titok. Ez egy Kazinczy idézet, amelyet én zsinór mértéknek tartok az életemben. Mindig minden körülmények közt jó cselekedni, és azt a lehető leghatékonyabban, tehát a legjobban elvégezni. És ami a legfontosabb, hogy mindig az ember álljon a középpontba. Minden egyes cselekedetem középpontjában az ember álljon. Most ilyen fölvezetés után azt hiszem kicsit érződik a motiváció. Igen, furcsa a közgyűlésben az élet. Nehéz a politikát megszokni, így még fél év távlatában, fél éves képviselőként is. Mert a politika világ az nem föltétlen az emberről szól. Hát arról kellene, igen, de igen. Nagyon sokszor kevésbé. Igen, ezt egyébként én tapasztalom a közgyűlésben is. Mennyire amikor tudja? A politikai pártok az egymás közti játszmában nem az embereket figyelik, hanem a politikai haszonszerzést. Mennyire tudja ezt a szemléletet érvényesíteni, vagy mint egy úttörője lenni a szegedi közgyűlésben? Hát majd egy kis időnek azért el kell tennie. Egy kevés már eltelt, de még több időnek kell az eltennie, hogy ez a szemlélet hát túlerőt kapjon, úgy mondjam, a közgyűlésbe. Egyébként a jobb oldalon van erre jó anyag, hogy úgy mondjam. Tehát én nagyon bizakodó vagyok ebből a szempontból. Hát a másik oldalban már nem látom ennyire lehetőséget. Hogyan értékeli összességében a közgyűlés és a saját frakciója munkáját? Bizonyos szempontból már értékelte, de tegyük ezt meg így konkrétabban is ennél azért. Hát a frakció szerintem bizonyítja, hogy hatékonyan és fegyelmezetten működik együtt. Hát, mint ahogy említettem már, a közgyűlésben vannak problémák, mint ahogy a közvélemény is látja. Bizony, mai nap is ugye az április 15-i közgyűlés döntéseit kellett revidálni a polgármester úrnak és a Buhács Zsolt frakció, Fidesz frakcióvezető úrnak. Tehát vannak problémák. A fontos az egyébként, bármilyen problémák is vannak, hogy a szegedi lakosság ezeket ne érezze meg, illetve hogy minden cselekedeteink végül is a szegediek érdekében történjenek. Mivel kezdte a munkát Dorozsmán és Béketelepen? Ugye ott is azt a területet is ön képviseli a közgyűlésben. Így van. Hát először is a körzetemről annyit azért hagyd mondjak el, hogy Szeged közigazgatási területének 20%-a tartozik a körzetemhez, tehát egy ötöde. 20 választókörzet van, és a közigazgatási terület egy ötöde. Ez egy hatalmas terület. Hatalmas terület, igen. Rengeteg a feladat. A lélekszám egyébként nem nagy, de a terület óriási. Úgyhogy feladat adott. Igazából, amikor a kampányban magam elé tettem, hogy milyen feladatokat kell már végrehajtanom, hogyha képviselő leszek, ha is amennyiben bizalmat szavaznak, egyébként így történt, bizalmat szavaztak a választók, akkor nem is tudom, hát alig bírtam, több papírt kellett teleírnom. Egyébként úgy érzem, hogy jó úton járok, több vállalásomat, amit tettem a kampányban, már végrehajtottam. Mondjuk el ezeket konkrétan. Konkrétan. Hát egy nagyon fontos vállalásunk volt. Azért beszélek több számban, mert két képviselője is van Dorozsmának, Kosik Dénes képviselőtársammal együtt, ugye
a legnagyobb csatótelepülés Kiskundorosba, és vele együtt vállaltuk ezokat, most ugye Kiskundorosma esetében, például részünk kormányzatnak visszaadni azokat a hatásköröket, amik az elmúlt 12 évben elletek tőle véve. Tehát helyi döntéseket is, helyi döntések mellé is rendeltünk egy módosító intitvánnyal anyagi lehetőségeket, tehát helyben tudnak, ez gyakorlatilag egyébként 12 millió forint az, amiről a részönkormányzat tud helyben dönteni, tehát magunk tudjuk eldönteni, hogy hol építsünk járdát, hol javítsunk utat, az óvodába milyen játékot vegyünk az udvarra, tehát ilyen azokat a döntések, amik, tehát helyben, a lényege az ennek, hogy helyben szülessenek a döntések, ne a torony alatt, hanem helyben, ott Kiskundorosban, mert mi jobban látjuk, jobban ismerjük, jobban tudjuk, hogy mi a fontos a városrésznek. Ezen kívül mi az, amit még azt mondta, hogy több dolgot is sikerült már abból a listából kipipálni? Igen. Megmondom őszintén, most Dorosmát félretenném, mert Béketelep is közel áll a szívemhez, most Béketelepről is beszélnék. Béketelepen például az út fél év alatt sikerült az, bár még nem nyitott meg a KMB-s iroda, a közötti megbízott iroda, a rendőrök között megbízott iroda, de a határán állunk annak, tehát talán a hónap végére ígérik, hogy fogadórát tarthat a rendőr. A KMB-s iroda azért lényeges, mert egy nagyobb rendőri jelenlétet tapasztalhatnak majd a béketelepiek, így a biztonsági helyzetük is ezáltal javulni fog. De a környezetgazdálkodási KFT-nél, non-profit KFT-nél is el tudtam azt érni, hogy a kiskundorozsmai csoport végezzen munkálatokat Béketelepen, tehát sokkal nagyobb a rend, gondolom, hogy látható is az a béketelepiek számára. Csak annyit elmondok, hogy eddig Újszegedről jártak át. Uh-huh. Hát amikor odaértek éppen. Hát Kiskundorozsmán nyilvánvalóan sok... Hát nem egy kis távolság, nyilvánvaló, hogy Kiskundorozsmán sokkal közel volt, tehát kicsit észszerűsíteni kellett a dolgot, és most úgy látom, hogy ennek van jó fogadtatás, illetve látványos ez a történet. Milyen terveid vannak még az év hátra levő részére? Hát van még a papíron, bőven, a végrehajtandó listán, a listán, a több oldalas listán. De hát ezt nyilván azért még a következő pár évre is el kell osztani. Így van, abszolút, bár egyébként heves ember vagyok, és azonnal szeretnék mindent megoldani, de hát azért falakba ütközök. Hát vannak, egy nagyon szép impozáns parkolót szeretnék Dorosma központjába, még nem leaszfaltozott utcákat leaszfaltoztatni. Nagyon lényeges a számomra, hogy közösségépítő rendezvényeket és minél közösségépítő rendezvényt szervezni. Erősíteni kell az identitást, a dorozsmai identitást az emberekben. Ezt pontosan ebben lehet elérni, hogy színvonalas helyi rendezvényeket szervezni, azokat látogassák. Igaz, hogy mi a szegediek nagy családjába tartozunk, de nekünk fontos dorozsmaiaknak, hogy igenis ott éljük meg a kulturális és közösségi igényeinket helyben Kiskundorosban. Meg fogjuk Öntől kérdezni az év végén, hogy sikerült ezeket végrehajtani. Igyekezni fogok, és nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.